Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma este itt ebben a stúdióban legalább ötöknek kellene ülni, hiszen van ebben a választókerületben, mármint országgyűlési választókerületben négy az előválasztáson induló képviselő jelölt, és közülük ugye itt mindösszesen Tóth Viktor, az MSZP párbeszéd képviselő jelöltje ül itt. A Momentum jelöltje tanulmányaira hivatkozva mondta le ezt a beszélgetést Budapesten, már hogy nem tud ezen részt venni. A másik kettő képviselő jelölt, nevezetesen a DK-s Círják Alexandra, illetve a Jobbik által támogatott Bélteki Béla, viszont nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel, amit egyébként nagyon sajnálunk. De hát mindenesetre ma este azért ezt az időt kitöltjük, mint Tóth Viktorral is elég rendesen szerintem, csak talán színesebb, érdekesebb, és mondjuk szerintem a választókat megtisztelőbb lett volna, hogy itt ül mind a négy képviselőjelölt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok szerkesztő úrnak is, és a kedves nézőknek is. Hát sajnálom, hogy nincsenek itt a vetétársai, mert azért talán érdekesebb lett volna, talán ön is találkozott volna mindegyikkel. Hát én is nagyon sajnálom, hiszen piacon, kitelepüléseken, különböző lakossági fórumokon összefutottunk, de azt gondolom, hogy sokkal szerencsésebb lett volna a választók szemszögéből, szemüvegén keresztül, hogyha itt mind a négyen itt ülünk, és együtt beszélgetünk hát azonos kérdésekről. Még akkor is, hogyha nyilvánvalóan nem lett volna éles vita, akár csak a miniszterelnök jelöltek között, de legalább azért valamiféle különbözőséget fel tudtunk volna fedezni. Na, minden esetre erről ennyit, és akkor kezdjük azzal, hogy hát ön ugye a választókerület MSZP párbeszédes képviselője, ez nem változott? Tehát nem. Nincs más párt támogatása? Nincsen más párt támogatása mögöttem. Milyen rendszerességgel járnak ki? Naponta vannak kint, találkoznak a leendő választókkal? Naponta megfordulunk szinte minden településen. Folyamatos a utcai jelenlétünk, akár szórólapozás kapcsán, akár helyi kitelepülések, pultozás, bőrze, piac. Van olyan település ebben a választókerületben, ahol még nem voltak? Minden választókörzeti településen voltunk. Természetesen nagyobb hangsúlyt fektetünk azon településekre, ahol helyszín lesz, szavazási helyszín lesz. Mert a 33 településből az Országos Előválasztási Bizottság döntése értelmében és jóváhagyásával 15 településen lesz ilyen helyszín. Na és mi lesz akkor a további 18 település lakosaival? Ők, hogyha, ugye tudom, hogy szavazhatnak természetesen interneten is, hogyha regisztrálnak, na de aki nem kezeli olyan szinten az internetet, vagy nem akar, vagy személyesen szeretne, velük mi lesz? Hát elveszítik őket? Nem gondolom, hogy elveszítenénk őket, hiszen folyamatosan figyelhetik a Facebook oldalamat, ahol hirdetjük, reklámozzuk, hogy melyik településen mikor van választás lehetősége, és abban az esetben, hogyha akár konkrétan megkeresnek engem vagy a kollégáimat, a segítőinket, akkor abban is tudunk segíteni, hogy eljussanak az adott települési helyszínre. Tehát, hogy átmehetnek a másik településre, és ez egy olyan választás, ahol lehet. Igen. Ezek szerint a másik településen is. A 33 településen lakók szavazhatnak a hatos számú körzetben. Tehát akár bejöhetne mindenki Nyírbátorba is. Akár be is jöhetnek. Akkor még egy ilyen, ami szintén inkább háttér, mint és nem feltétlenül előre visz, de azért talán hangulatról is lehet ebből következtetni. Nevezetesen találkoztak-e olyan emberekkel, akik azt mondták önöknek, hogy ők szeretnének egyébként személyesen is szavazni, vagy akár interneten is, de mondjuk személyesen nem mernek a saját településükön, meg kiderül, és akkor ez úgy kellemetlenséget okozhat nekik? Éppen szombaton volt egy ilyen telefonom, amikor Szakolyból tartottam a nyírbogáti szórólapozás helyszínére, akkor egy újfehértói hölgy hívott fel, hogy megkapta a szórólapomat, ami rajta van a telefonszámom is, és arról tájékoztatott, hogy maximálisan támogatja az elképzelésünket, a kampányunkat, de nem fog elmenni Újfehértón szavazni, mert fél a főtéren kiállított sátorba, ugyanis sok a figyelőszem, és emiatt úgy gondolja, hogy csak a támogatásáról tud most megerősíteni. Én azt kértem tőle, hogy ha van mód és lehetőség, akkor éljen az online szavazással, amire az volt a válasza, hogy sajnos nincsen olyan készülék, amivel ez megoldható, hiszen kamerás telefonra van ebben az esetben szükség.
hogy be tudják azonosítani a választót, de valamilyen technikai megoldást ki fogunk erre is találni, akár személyes segítségnyújtással. Uh-huh. Szóval, ahogy szokták mondani, a félelem az még mindig nagyon nagy úr, ezek szerint. Nem véletlenül mentünk Nyírbogárt a szórólapozni. Ez az egyik olyan, amivel feltétlenül foglalkozni kell, hogyha megtörténik az országgyűlési választás is majd. Tehát mit lehet ma mondani, akkor legyen ez az egyik általános kérdésünk. Mit lehet ma mondani az embereknek, és itt most nyilvánvalóan nem csak a baloldali vagy ellenzéki érzületű emberekre gondolok, mert ők, hogyha nyer az ellenzék, akkor úgy érzik, hogy felszabadultak. De mit lehet mondani azoknak, akik mondjuk Fidesz hívők, hogy akkor most majd ők kezdjenek félni 2022 tavaszától, hogyha az ellenzék nyerne? Nem, hát ugye miután a Magyar Szocialista Párt már volt két cikluson keresztül kormányon, akkor megtapasztalhatták a polgármesterek, hogy soha nem volt olyan típusú negatív diszkrimináció a polgármesterek működésével, attól függetlenül milyen színezete van a polgármesternek, mert nagyon fontos, hogy a Magyar Szocialista Párt kormánya minden rászorultnak tudjon segíteni, legyen az önkormányzat, civil szervezet vagy bárki, és egy partnerséget ajánlunk, egy együttműködést, hiszen éppen erről szól a mostani kampányunk, hogy egyesítsük az országot, és ne az árkokat mélyítsük el, mint ami megtörtént az elmúlt 12 évben. Tehát akkor a Fidesz híveinek, akik ilyen-olyan, amolyan pozíciókban vannak ma, mert ugye az az általános vélemény, hogy a Fidesz az megszállt gyakorlatilag mindent, akkor a Fidesz híveinek, akik pozíciókban vannak, sem kell azon elgondolkodni, hogy mi lesz 2022-ben, ha nyer az ellenzék? Én azt gondolom, hogy az ilyen típusú pozícióban ülő fideszeseknél elsősorban a szakmai munka és a lojalitás számít, és azt kell figyelembe venni, hogy van-e esetleg jobb és szakmailag felkészültebb az adott szakterületre, hogyha van, akkor értelemszerűen csere lesz. Na most, hogyha olyan ott ül, nem kérek erre igazi konkrét választ, csak felvetem, mint levegőben maradó kérdést. És pontosan tudja azt, hogy ebben a választókerületben akár itt Nyírbátorban is állami és nem állami intézményekben ott vannak bizonyos emberek, akiket egészen bizonyosan lehet sejteni, hogy a párt szimpátiájuk alapján választottak ki. Ők minden további nélkül nyugodtak lehetnek 2022-ben is. A szakmaiság. Maradtunk a levegőben. Szakmaiság az meghatározó. Világos, jó, hát ez egy korrekt válasz egyébként. Na, akkor most szélesítsük már egy kicsit a kört. Ugye, hogyha Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét nézzük, tehát az ország keleti szegletét, és ezen belül is mondjuk ezt az 6-os számú választó kerületet, akkor hát talán, ha Nyírbátort leszámítjuk innen, akkor nagyobb azt mondhatjuk, hogy az ország kevéssé fejlett területéről beszélünk, és ugyanúgy jellemző erre a térségre, mint hogy általában a kelet-magyarországi vidékre, hogy mondjuk egészségügyben, egészségügyileg és egészségünket tekintve mi rosszabb állapotban vagyunk, mint az ország nyugati része vagy a fővárosban élők. Hamarabb betegszünk meg, hamarabb halunk meg, kevés a kórházi ellátásra a lehetőségünk, házi orvos sincs minden településen. Na, és akkor azt kérdezi az ember, hogy van-e valamiféle, tudom, nem önnek kell ilyennek lenni, hanem a ellenzéki pártoknak közösen, netán esetleg az MSZP párbeszédnek közösen, ilyen programja a pártjuknak vagy az ellenzéknek, amiben záros határidőn belül érzékelhető változást lehet majd elérni abban, hogy az egészségügy hogy fejlődik ebben a térségben. Természetesen a Magyar Szocialista Pártnak is van ebben programja, ugyanakkor ezeknek a programoknak a kialakítása, véglegesítése az előválasztás után fog beteljesülni és megvalósulni, hiszen akkor kell a 6 pártnak a koncepcióját összefésülni, annak alapján, hogy kinek sikerült, melyik miniszterelnöknek, remélhetőleg Karácsony Gergelynek a győzelme az előválasztás kapcsán. Mindenképpen oda kell figyelnünk arra, hogy a országban 6500 praxis van, például orvosi házügy, orvosi praxis,
és ennek 10%-a nem betöltött. Tehát üres. Üres. Nincs orvos. Sajnos a mi választókörzetünkben ez a 10%, ugye, hogyha 33 települést nézzük, akkor ez 3 településnél beteljesül, és teljesül ez az országos 10%-os átlag. Jelen pillanatban a mi választókörzetünk 5 településén nincsen házi orvos, helyettesítéssel oldják meg ezt az ellátást, úgyhogy ebből is látszik, hogy ebben is hátrányt szenvedünk, és magasabb sajnos az átlagunk, mint az országos átlag. Na most, hogyha ön országgyűlési képviselő lesz, akkor ebben az ügyben van bármilyen elképzelés, hogy mit lehet tenni? Tehát, de nem csak erről beszélek, mert nyilvánvalóan itt van megyei kórház, városi kórházak vannak, persze mind a megyei kórházhoz tartozik, most már kivétel ugye a kisvárdai. Kisvárdai, egyházi kórház lett. Igen, tehát van valami elképzelés, hogy nem tudom, könnyebben, egyszerűbben és jó orvosi ellátáshoz jussunk. Én azt gondolom, hogy az orvosi ellátásban, illetve az egészségügyben dolgozók, akár orvosok, akár szakemberek más ágazatban nincsenek előképpen megfizetve, nincsen előképpen elismerve a munkájuk, tehát ebben mindenképpen egy olyan lépést kell tennünk, amiben pozitív irányban tudjuk őket elismerni, megfizetni őket, és egy magasabb bérezéssel talán nem mennek el a fiatal orvosok sem külföldre. Hát most az orvosi béremelővel rendezés részben megtörtént, ugye inkább itt a szakdolgozóké is, ami a problémás. Szükséges. Na most az normális dolog egyébként, hogy mondjuk egy ilyen városi szakrendelő is a városi önkormányzat támogatására szorul, hogyha mondjuk egy korszerű gépet, eszközt szeretne beszerezni, lásd ugye itt röntgen készülék, és nyilván vannak még más dolgok is, amikben az önkormányzat hozzájárulása kellett ahhoz, hogy ez meglegyen itt. Szóval, hogy ez normális dolog? Nem valami állami vagy központi egészségügyi költségvetésbe kellene ezeket? Hát ezért kell átalakítanunk orvosi ellátást, illetve megreformizálnunk, hiszen vannak olyan helyek, ahol ezek az eszközök rendelkezésre állnak, ugyanakkor nincsenek kihasználva, tehát ez egy komplett, komplex feladatunk lesz a jövőben. Mm-hmm. Jó, tehát akkor házi orvos és plusz a szakemberek, nyilván a védőnő, gondolom én. Na, ha egészségügy, akkor nem csak ugye ez a fontos, ha a szabolcsiakat nézzük, vagy akár ennek a választókerületnek a lakosait is nézzük, ugye az ő munkájuk is. Nem mindegy, hogy milyen munkát tud itt az ember végezni. Ugye itt az átlag életkor alacsonyabb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a jövedelmek jóval alacsonyabbak, az országos átlagtól is, de már Dunántúlról nem is beszélek, már kétszeres annyi, mint az itteni. Tehát ebben például lehet-e bármit is tenni egy helyi képviselőnek, hogy mondjuk adott esetben ebben a térségben is nőjenek érzékelhetően a jövedelmek? Azt gondolom, hogy nem a helyi képviselőnek van ebben feladata, hanem az új kormánynak, ami 22-ben fel fog állni. De a helyi képviselő szavazza meg az új kormány programját, vagy vonja meg a bizalmát, hogyha nincs benne. Éppen ezért fontos az, hogy a helyi képviselő vigye a helyieknek a véleményét és javaslatait, és például erre is nagyon jó lehetőség, amikor az emberekkel találkozunk a beszélgetés kapcsán, ezekből a beszélgetésekből javaslati lehetőséget meríteni majd a jövőben. De na például mit lehet? Tehát mire gondol? Mindenképpen növelnünk kell a munkahelyeket. Erre nagyon szép példa Nyírbátor itt a térségben. Nagyon nagy büszkeség számunkra az, hogy nem menjünk messzire, az előbb beszéltük a Kisvárdai Kórházról. Akkor, amikor ott is volt egy miniszter, nálunk is volt egy miniszter, Sesták Miklós miniszter úr idejében olyan látványberuházások fejlődtek, illetve készültek el Kisvárda térségében, ami nem teremtett munkahelyet. Igazából csak a költség növelő tényezőként szerepel most már a térség életében, mert a Kisvárdai Város önkormányzatának és a térségben dolgozó önkormányzatoknak is fenntartási nehézségeket okoz azok a beruházások, amit annak idején létrehoztak. Ezzel szemben Kisvárdával szemben Nyírbátorban
akkor, amikor pénzügyminiszter úr dr. Veres János nagy közreműködésével megindult az ipari parkban történő cégeknek a betelepítése, fejlesztése, kialakult egy olyan munkaerő igény, amit gyakorlatilag most már csak a 176 településről tudnak az ide érkező és itt dolgozó cégek biztosítani. Tehát fontos szerepünk van abban, hogy ne feltétlenül 176 településről érkezzenek, hanem próbáljuk a 33 településünkből is még ebbe a lehetőséget nyújtó ipari parkos beruházás munkahely adta nyújtotta lehetőségnek segíteni. Ez elsősorban képzéssel megoldható, átképzéssel oldható meg, illetve a szakképzés, amit figyelembe veszünk akkor is, amikor a cégeket megkérdezzük, hogy mire van szükség, na, milyen nézzük, típusú. Jó, akkor itt most beszéljünk majd legalább két dologról, jó? Tehát az egyik legyen akkor képzés és átképzés, a másik pedig a bérek, jó? Jó. Tehát ugye azt mondtuk, akkor épüljön egymásra a dolog. Ugye azt tudjuk, hogy errefelé nem a csúcs végzettségű emberek tömegével találkozunk. Sajnos ez így van. Ám de azért valamiféle szakképzettsége nagyon sok embernek van, függetlenül attól, hogy éppen pont arra a szakmára szükség van-e vagy sem. Tehát egyrészt akkor most vegyük a felnőtteket, akinek van valamilyen képzettsége, vagy akár semmilyen képzettsége, csak 8 általánosan őket. Hogyan lehet bevonni, ha most éppen nincs munkájuk a munkaerőpiacra? Hát sajnos nem csak a 8 általánosan rendelkezők, nagyon sokan vannak, akik a 8 általános sem szerezték meg gyerekkorukban. Éppen ezért szükség van arra is, hogy a 8 általános megszerzése után lehessen egy továbbképzésbe bevonni őket, amivel azt gondolom, hogy a munkahelyi központon keresztül átképzésekkel tudjuk ezt megcsinálni. Tehát lehet egy ilyen. Igen. Na jó, de van akkora munkaerőigény, akár itt mondjuk ebben az ipari parkban, hogy felszívja, vagy fel tudná szívni az itt lévő munkanélküliséget? Az itteni cégek folyamatosan fejlesztenek, bővítenek, ami további munkahelye, munkavállalók befogadására ad majd lehetőséget a jövőben. Mi látszik előre most, hogy körülbelül mennyi munkahely keletkezhet itt a közeljövőben? Itt a szórólapján... Hát én azt vállaltam a programomban, hogy lehetőségeimhez képest szeretnék egy ciklus alatt további 2000 munkahely elősegítésének, megteremtésének támogatója lenni. Aha, hát igen. Ez nem feltétlenül Nyírbátorról szól, hiszen van ipari park Nagykállóban is, épül mellettünk a szomszéd településen is jelen pillanatban. Nyírbogát? Igen. Uh-huh. Világos, tehát képviselőként ön mondjuk törekedne arra is, hogy a Nagykállóba vagy akár Nyírbogátra menjen működő tőke? Mindenképpen fontos, hiszen az ottani önkormányzatnak is egy nagy bevételi forrás és lehetőség lenne, hogyha hasonlóképpen megemelkedne az iparizési adóbevételük, amit a saját településük fejlesztése érdekében tudnának felhasználni. Na, ennek ellenére előfordulhat ugye, hogy nagyon sok ember még így sem, vagyis viszonylag sok ember még így sem tud a munkavilágában megélhetést találni. És akkor itt van a szociális helyzet. Velük mit lehet kezdeni? A közmunka csak, csupán? Hát az az igazság, hogy a közmunka az elmúlt évtizedekben eléggé egy kizsákmányoló terület volt. Dolgoztak a közmunkások nagyon kevés pénzért, tehát nem ért el a 80 ezer forintot a fizetésük. Ezt mindenképpen szeretnénk legalább 100 ezer forintig felemelni, és lehetőséget biztosítani a mostani munkájuk mellett más típusú átképzéseknek a bevonására. Mert ugye itt Nyírbátorban gyakorlatilag majdnem teljesen felszámolódott a közmunka. Hát igen, 8 évvel ezelőtt még közel 500 közmunkásunk volt, napjainkban talán 30. 30, igen. De ezek az emberek nem azért nincsenek közmunkán, mert úgy döntött a város, hogy nem ad közmunkát, hanem... Nem, ez egy tudatos várospolitikának volt köszönhető, hiszen annak idején, amikor a ipari parkba betelepülő cégeknek a munkaigényeit megismertük,
fontos volt, hogy próbáljuk rávenni arra a közmunkásainkat, hogy menjenek a munkavilágába. Ez megoldás lehet, nem? A többi kis településen igen, is. Igen, csak kimegy a buszért. Az a finanszírozás nem biztos, hogy minden településen megoldható, amit mi annak idején megtettünk, hiszen hogyha elment egy állásinterjúra, akkor kapott 2000 forintos támogatást. Ha sikeres volt az állásinterjúja és felvették, akkor még fél éven keresztül valamilyen típusú önkormányzati támogatást is kapott a fizetésem elé. Tehát ezek olyan ösztönző eszközök voltak, amit a városvezetése nagyon jól kihasznált, és ennek köszönhető a mostani 30 fős közmunka. Jó. Tehát akkor közmunka, közmunkabér növelés. Nyugdíjasok. Még ugyanez a kör, maradjunk itt, aztán majd képzésre megyünk. Nyugdíjasok, ugye? Hát nyilván, ahol alacsonyabb a jövedelem, ott a nyugdíj is lényegesen alacsonyabb. Tehát szerintem nem járok messze az igazságtól, azt mondom, hogy 120-130 ezer forintos átlagnál a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében túlzottan magasabb nem lehet a nyugdíj átlag. Következésképpen akkor nagyon sokan vannak alatta. Igen, nagyon sokan vannak alatta, sajnos egy ilyen bökönyi hölgy meg is szólított egy nyíregyházi rendezvény. Nem sajnos gondolom, hanem csak, hogy ő már, az már sajnos, azért hogy mondom, neki, hogy sajnos, hogy neki nem alacsony. Egyedüli, nagyon sokan akár 60 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkeznek, és ebből kell megélniük hónapról hónapra, úgyhogy 35-40 ezer forint az a költsége a gyógyszereinek, amit éppen most aktuálisan szed, mert beteg. Ez a két probléma hirtelen egyszerre. Összetalálkozik, és akkor próbál mezőgazdaságból jó, de őstermelőként termelni. Mit lehet a helyzettel kezdeni majd? Mert a nyugdíjakat ez meg kell emelni? Hát jó, de hogy lehet? Tehát egy 60 ezer... Azt nem lehet hagyni, hogy valaki végig dolgozza az életét, és utána a létminimum alatti nyugdíjat kapjon a folyószámlájára. Van egy szocialista elképzelés, hogy mennyi lehet a minimális nyugdíj esetleg? Igen, minimum 120 ezer forintnak kell lennie. Tehát akinek most 60 ezer, az arra számíthat, hogy neki lehet, hogy a kormányváltás után záros határidőn belül 120 ezer lesz. Igen? Igen. Tehát, 20... Tehát ez 4 év alatt próbáljuk teljesíteni. Tehát nem azonnal. Nem azonnal, nem mint azon... ahogy a bérek emelkedése sem működhet azonnal, hiszen a gazdaságnak van egy ereje, és annak a folyamatos, fokozatos felhasználásával lehet ezeket a ígéreteket valóságra váltani. Hát már feltéve, ha tudjuk egyébként, hogy milyen gazdasági helyzetben lesz az ország, hogyha okay. A kormányváltás lesz 2022-ben. Hát halljuk, hogy dübörög a gazdaság. Hát meg azt is, hogy most hirtelen 4,5 milliárd dollárnyi devizahitelt vett fel az ország. Igen. Ezt is halljuk, azért az nem kevés, az 1300 milliárd forint. Igen, és akkor ott vannak még az áfák, az élelmiszerárak, amivel tudjuk a nyugdíjasokat segíteni, illetve a szegényebb, kis jövedelműeket. Tehát ez azt jelenti, hogy az élelmiszeráfa garantáltan, hogyha kormányváltáson lemegy? Hát mindenképpen szükség van rá, hiszen az nem megengedhető. Például, hogy egy Budapesten magyar cég által 1 liter olajat gyártó cég terméke Magyarországon 700-800 forint körül van, ugyanakkor Németországból meg lehet tenni ugyanazt a liter olajat, étolajról beszélünk, 340 forintért. Ugyanazt az étolajat? Ugyanazt az étolajat. Vagy hogyha átmegyünk Romániába, akkor ott 420 forint egy liter étolaj. Aha. És ezt hogy is mondjam, gazdasági szabályozókkal meg lehet oldani? Mindenképpen szükség van rá. Hát a piacra beavatkozni legfeljebb ilyen áfa ügyekkel lehet. Hát azért mondtam az áfa zsökkentést. Jó, hát azért a 780 forintos olajban nem csinál 340-est, még a 27%-os áfából 5%-et. Ez tény. Jó, na akkor vegyük ezt a képzést. Ma Nyírbátorban, Nyírbogáton, Nyírvasváriban, Nyírcsászáriban 8-os, 7-es diák, hogy gondolkozzon ön szerint? Tehát milyen jövőt lehet elé festeni, akár a képzésében, továbbképzésében? Ugye itt nincsenek csúcsminőségű egyetemek a megyében. Viszonylag kevés is egyáltalán a felsőoktatás. A középfok az nyilván megvan, az más kérdés, hogy itt a hangsúlyok vajon jó helyen vannak-e. Tehát hogy gondolkodnak önök ebben?
Az oktatás átalakítására is szükség van. Azt gondolom, hogy nem működik úgy helyesen egy oktatási rendszer, mint ahogy most, tehát meg kell szüntetnünk a klikket, és helyi szintre kell helyezni a oktató-nevelő munkának a dolgát, fenntartását. Vissza kell, hogy kerüljön az önkormányzatokhoz, hiszen az önkormányzatok tudják azt, hogy adott településen milyen szintű pedagógus képzésre lenne szükség, illetve milyen a gyerekanyag. Itt általános iskolákról beszélünk? Általános iskolákról beszélünk. A középiskolák és a szakmunkás képzésben pedig nagyon fontos az, hogy gyakorlati helyek legyenek, ami mostanában már sajnos gyakorlatilag mindenhol megszűnt. Tehát, ha nincsen gyakorlati ez lehetőség... A szakmunkás képzésről van. Igen, szakképzésről beszélünk. Tehát, hogy legyen gyakorló hely az iskolában is? Vagy az iskolában is, és az iskolával együttműködő olyan kis- és középvállalatoknak a bevonása, mint ami korábban is működött, hogy például karosszéria lakatost képeztek a Bethlen Gábor szakközépiskolában, és ugyanakkor a szakmát nem csak a tanulópadon belül tudta megtanulni a diák, hanem volt Nyírbátorban több olyan karosszériás is, akinek szerződése volt az iskolával, és gyakorlati helyet biztosított a fiataloknak. Hát ez részben egyébként most is van lehetőség, hiszen nem olyan nagyon régen beszéltem én a Máté Szakai Szakképzési Centrumnak a kancellárjával, aki azt mondta, hogy ez a lehetőség annyira fennáll, hogy 100 000 forintot kapnak azok a diákok, nem, most már nem emlékszem, hogy hanyadik évfolyamtól, akik ilyen gyakorló helyen teljesítik ezt ki. Tehát fennáll ez a lehetőség. Csak legfeljebb nem olyan széles körben. Tehát inkább lehet, hogy kötelezővé is kellene tenni az iskoláknál, hogy ez csak így működhessen. Mert akkor tanulja meg a szakmát. Na, de van valami cél esetleg olyan, hogy mit kell erősíteni, mármint, hogy speciálisan milyen fajta képzéseket? Visszatérve Nyírbátorhoz, ugye mivel... Hát erről a térségről beszélünk. Erről a térségről beszélünk. Az önkormányzat folyamatosan kapcsolatot tart például a cégekkel. Mindig konzultálnak, HR-es találkozókat tartanak, ahol arról is szó esik többek között, hogy milyen típusú szakemberekre lenne igény cégen belül, és ehhez megpróbáljuk az oktatási hátteret biztosítani, ne menjünk messzire. Hát ösztönözni inkább. Így van, tavaly például meg tudtuk így nyitni az egyetemet, igaz, hogy esti egyetem itt Nyírbátorban, de tudnak itt is tanulni a hallgatók. Hogy lehet majd rávenni mondjuk a szakmunkásképző szakközépiskolákat, hogy ilyen fajta előrelátással hirdessék meg a szakokat? Tehát ez az iskola múlik, az iskola rugalmasságán múlik, a foglalkoztatókon múlik, vagy két múlik ez? Nem, én azt gondolom, hogy az oktatási intézményekben teljesen független attól, hogy most Nyírbátorról beszélünk, vagy az ország bármelyik területéről, figyelembe kell venni az adott térség gazdasági lehetőségeit, és az alapján kellene a szakokat kiírni, orientálni a hallgatóságot arra, hogy ha itt ezen a szakon elvégez, akkor lesz munkahelyed a közel. Hát meggondolom, az iskola köthet szerződést, például itt bármelyik szakképző iskola köthet valamilyen típusú megállapodást az ipari park foglalkoztatóival. De biztos köthetne. Biztos köthetne. Vagy legalábbis akkor ezt a lehetőséget erősíteni kell. Igen. Na, hát úgy nagyjából még a, nem tudom, a végül is a bért azt nem beszéltük meg abból a szempontból, hogy ugye van nálunk egy nagy átlagbér. 430 000 forint mondják. Én amikor gyors közlemény kutatást végeztem a városfejlesztő cégénél, hát nem nagyon találtunk ilyen embert, akinek ennyi lenne a fizetése. Következésképpen mindenki az országos átlagbér alatt van, de hát akkor itt valami marha nagy baj lehet. Mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni, hogy mondjuk itt is érzékelhető változás legyen a bérekben? Nem, most nem csak ennél a cégnél, hanem úgy általában. Természetesen azt nem megoldható, hogy mindenkinek plusz 150-200 000 forintot adjon egy új kormány. Az nem is kérdés, hát persze. Arra viszont törekednünk kell,
hogy egy sávos adózási rendszerrel tudjuk könnyíteni a most keveset keresőknek a életét, azzal, hogy több pénzük marad, többet tudnak költeni. Tehát kevesebbet adózzon. Kevesebbet adózzon. Gazdagabbak kerik többet. Többet, így van. Na és hogy lehet rákényszeríteni majd vajon? Tehát van ilyen elképzelés, esetleg nem tudom, szoktak-e beszélgetni azokkal, akik ehhez hozzáértőek, hogy hogy lehet rákényszeríteni a cégeket, a külföldi cégeket, hogy igenis magasabb fizetést kell adni itt is, nálunk is. Tehát nem minden az a fajta versenyképesség, hogy olcsó munkaerő van. Tudomásom szerint van Nyírbátorban olyan cég, amikor a betelepülésükkor tárgyalt az önkormányzat városvezetésével, akkor volt egy olyan típusú kérés, hogy ha és amennyiben Nyírbátort választják, akkor legyen arra garancia, hogy hasonló bérezést kapjanak, mint az ország más területén lévő gyáregység dolgozói. Hát ez be is teljesült, és hát ennek köszönhetően ugye próbált a többi cég is emelni a béreken, és én azt gondolom, hogy ez egy pozitív fejlődés volt. Jó, de gondolom én, hogy valamilyen központi beavatkozásra is szükség lesz itt. Elképzelem. Tehát a kormányzati ösztönzésre szükség lesz, hogy itt magasabbak legyenek majd a bérek, vagy a magyar dolgozó is viszonylag normális. Mert ugye az nem normális, hogy aki Magyarországon termeli meg ugyanazt, amit Németország, az olyan, mint az olaj esete. Igen. Ott olcsóbb az olaj, de magasabb a jövedelem, itt drágább az olaj, de alacsonyabb a jövedelem. Tehát sajnos. Ez duplán súlyt. Na, kezdődik ugye... 18-án kezdődik az előválasztás? Így van. Milyen reményekkel vág bele? Nyilván azzal, hogy győzni fog, de természetesen. Ma hogy érzi, hogy... Ha valaki egy ilyen szerepet elvállal, akkor azt gondolom, hogy csak optimistán lehet ebbe beleállni, és optimista kisugárzással lehet megszólítani a választókat is. Én azt gondolom, hogy a kampány ideje alatt minden hozzánk nyújtott lehetőséget megtettünk annak érdekében, hogy sikeresek legyünk. Nagyon nehéz megítélni az eredményt, hiszen annyira új ez az előválasztás, mint maga. Mivel lenne elégedett, mondjuk, gondolom arra számít, hogy Nyírbátorból, nem tudom, több százan vagy több ezren elmennek? Én azt gondolom, hogy a több száz kevés, én inkább 2000-et szeretnék Nyírbátorban. Tehát 2000 választót szeretne Nyírbátorban. Úgy gondolja egyébként, ezzel a 2000-en meg is lehetne nyerni? Kizártnak tartom. Szerintem 3500 fölötti szavazati arányal lehet nyerni. Na ez hogy jött ki? Osztottam, szoroztam, matekoztam. Egy testnevelő tanár oszt és azért, szorít. Azért a számok azok makacs dolgok. Ugye Nyírbátor mellett van még két város, az egyik Nagykálló, a másik Újfejértó. Újfejértó a legnagyobb lélekszámú. Több város is van, mert Balkány is város. Igen, csak a három legnagyobb. Nyírbogát is város most már. Most már nem 6, hanem 7 városunk van szeptember 1-e út, ez valóban így van, hiszen Nyírbogát is város. Igen, na szóval akkor hogy jön ki ez a 3500? Tehát azt gondolom, hogy miután egyik és másik ellenlábasom is egyik és másik városnak a lakója. Lakotta, nem tudom, hogy szülöttje. De lakója. Lakója, igen. Az biztos. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos azon településeken is jól szerepelnem, illetve a Magyar Szocialista Pártnak és Karácsony Gergelynek, és éppen ezért úgy végeztük a kampánymunkánkat is, hogy folyamatos legyen a jelenlétünk Nagykállóban és Újfejértón is, a többi településeken kívül természetesen. Önt felfelé húzza az, hogy Karácsony Gergely a táborában van? Mit gondol? Azt gondolom, hogy mindenképpen ő egy országosan ismert politikus. Van mindenkire negatív és pozitív vélemény is, én kevesebb negatívat hallottam róla, úgyhogy azt gondolom, hogy egymást húzzuk a győzelem felé. Na, meglátjuk majd. Én nem zárnám ki, hogy esetleg még egy beszélgetés belefér valamikor, mert én úgy gondolom, hogy minél többet beszélgetünk ezekről a dolgokról, annál
közelebb kerül hozzánk is, meg a választókhoz is. Szóval én köszönöm szépen, hát önnek is, meg a többieknek is mondanám, hogy sok sikert kívánok, de hát a végén csak egy győztes lehet. Sajnálom, hogy itt csak ketten tudtunk ezekről a kérdésekről beszélni, pedig biztos sokkal színesebb lett volna ez az ügy, hogyha itt vannak többen is. És netán még be tudjuk vonni a nézőket is ebbe a beszélgetésbe. Úgyhogy köszönöm önnek. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig a figyelmet, viszontlátásra.